A 20. század második fele, meg a jelenkorunk szerintem a pengetett hangról szól, hogyha a hangszerek fejlődését, innovációját, változását tekintjük. És olyan gyönyörűség, hogy most itt Szentendre kertvárosában egy nagyszerű műhelyben üldögélünk, és ez a történet Nyergesújfaluban kezdődött, egy olyan családi cégnél, ahol alapvetően egy fantasztikus, tradicionális asztalos üzem működött, és aztán abból nőtt ki ez a vállalkozás, amely ma Európa hírű, vagy a félvilágon ismert basszusgitár készítő manufaktúra. De hogy indult ez pontosan? Hát úgy indult, hogy én nagy zenerajongó voltam, pici gyerekkoromtól fogva, imádtam a hangszereket, tanultam is rajtuk édesapámnak, mint ahogy mondtad, pedig volt egy jól felszerelt asztalos műhelye, és amikor 14-15 éves lettem, akkor felmerült ez a gondolat, hogy esetleg a kettőből lehet valamit csinálni, érdekelt a foglalkozás. Édesapám műhelyében már segítettem egész pici gyerekkoromtól fogva, aztán amikor így a hangszerekkel is közvetlen kapcsolatba kerültem, akkor így elgondolkodtam rajta, hogy hű, de jó lenne, hiszen ezt én is meg tudnám csinálni, és milyen érdekes és izgalmas lehetne egy ilyen feladat, egy ilyen munka. Persze az elsők nem sikerültek, vagy nagyon rosszul, de aztán csiszolódott, és így alakult ki. Jó, de azért itt két teljesen külön szakmáról beszélünk. A közös pont az némi szerszám mennyiség, meg hát maga a fa, de azért a hangszerkészítés egy egészen más tevékenység, mint a asztalosság. Ez így igaz, de a fával való bánást, a faanyagoknak az ismeretét, azt mind édesapámtól tanultam meg, tehát azok nagyon is hasonlóak. Uh-huh. A megmunkálásuk, a ragasztásuk, azok gyakorlatilag hasonlóképpen folynak a hangszerkészítésben, mint az asztalos üzemben. Nyilván egy idő után elválik, specializálódik a hangszerkészítésben szereplő feladatok megoldására. Ahhoz, hogy jó hangszert csináljunk, ebben az esetben jó basszusgitárt, ahhoz kell egy megfelelő hangszerész kapcsolatrendszer, meg egy óriási nagy zenei kapcsolatrendszer, művészekkel való együtt gondolkodás. Ez hogy alakult a te életedben? Hát én autodidakta módon tanultam, tehát nem jártam iskolába, így a hangszerészekkel való kapcsolat az nem volt meghatározó, inkább a saját utamat próbáltam járni. Viszont mivel én magam is zenéltem, így a zenei környezet az megvolt, és nagyon sok jó és profi zenésszel volt kapcsolatom, akik rengeteget segítettek abban, hogy mi az az irány, hogy kell elindulni, merre kell menni. Hát ez akkoriban, amikor én kezdtem a 90-es években, elég nehéz volt, mert nem volt olyan háttér, mint most, nem tudtuk használni a YouTube-ot, nem tudtuk használni a számítógépet, nagyon kevés anyag volt elérhető, gyakorlatilag hangszerkiállításokra tudtunk menni Németországban, és ott láttuk az első komolyabb hangszereket, prospektusokat gyűjtöttünk még annak idején. Az első hangszerem például úgy készült, hogy egy méret volt adott, és egy prospektust tudtam elhozni egy német hangszerkiállításra, és aránypárokkal számoltam ki azt, hogy mégis milyen méretnek, milyennek kellene lenni. Tehát ebből tudtam elindulni, és így építettem meg az első hangszeremet, ami természetesen nem sikerült, de egyébként szólni szól, de a jótól nagyon messze volt, és így épült az első hangszer. Ezen keresztül próbáltam tapasztalatot szerezni, és hát mindenek előtt, ahogy mondtad, nagyon fontos volt az, hogy zenészekkel legyek kapcsolatban, akik ezt kontrollálták, akik mondták, hogy merre kellene haladni, milyen hangzásnak kellene kialakulni. Ez nagyon fontos volt az életemben. Az egyik ugye ilyen esetben, amikor tényleg olyan lehetőségek vannak itt az elektromos gitároknál, basszusgitároknál, hogy tényleg csak a fantázia szab határt akár a külső megjelenésnek, tehát az esztétikai élményeknek. Másrészt a hangzásban is évente változnak az elvárások, változik a játéktechnika. Azért nagyon-nagyon
ott kell lenni, hogy úgy mondjam, ezekben a körökben, hogy ezeket egyáltalán le lehessen követni? Aki szereti ezt a hangszert, aki szereti ezt a hangszernek a készítését, az önkéntelenül is követi szerintem az összes eseményt, az összes dolgot, ami történik ezzel kapcsolatban legalábbis, amíg befogadható egy bizonyos szintig. Én is nagyon élvezem, állandóan nézem, figyelem, követem a szakmai újításokat, illetve én is próbálok kitalálni új dolgokat, amiben jobban meg lehet közelíteni. Nagyon-nagyon figyelek a zenére, hogy milyen hangzásvilágok vannak, milyen új technikák jönnek be. Az én hangszerem, tehát a basszusgitár maga egy viszonylag új, egy 70 éves múltra visszatekintő hangszer, ezért nagyon nagy intenzitással változik. Tehát nem annyira kialakult és kiforrott sem a játék technikája, sem pedig a készítése, mint mondjuk egy klasszikus hangszernek, ezért tényleg intenzívebben változik, új technikák jönnek be, egy dinamikusan változó dolog. És nagyon fontos tényleg, amit mondtál, hogy figyeljek arra, hogy zeneileg is és készítésileg is mik azok a formák, mik azok az új dolgok, amik megjeleníthetőek ebben a hangszerben, és kifejezhetőek. Tehát akár most egy dizájnvilágban, akár egy hangzásvilágban is. Beszéljünk előbb a formáról, a dizájnról. Neked saját modelljeid vannak. Az hogy alakul? Milyen vízió alapján határozod meg, hogy milyen formája legyen a te basszusgitárjaidnak? Így van, hát itt is két vonal van, ugye már a 70 éves múlttal rendelkező basszusgitárban is kialakult egy klasszikus, úgynevezett klasszikus vonal, ami egy vintage vonal, tehát a régebbi hangszerek formája, ezeket természetesen nagy tisztelettel használjuk és építjük. Nekem is van olyan modellem, ami ezekre hasonlít, ezekből indul ki, ezekből a régi hangszerekből, és van egy másik vonal, ami teljesen egy új formát itt hordoz, tehát itt ergonómiát használunk, dizájn használunk ahhoz, hogy ez szépen meg tudjon jelenni, és egy új, különleges, egyedi vonalat mutasson be. Az egyedi vonalhoz az anyagválasztás is hozzátartozik. Rendkívül sok és különleges faanyagot és mindenféle egyéb alapanyagot használsz, és még a felületkezelésről nem is beszélünk. Ez hogy áll össze? Tulajdonképpen a hangzás szempontjából jó faanyagok képezik a bázisát egy ilyen hangszernek. A legfőbb klasszikus alapanyag itt is a juharfa, mint a klasszikus hangszerkészítésben, és ezeket kombináljuk különböző olyan fákkal, amin tudunk változtatni a hangzáson. Tehát keményebb, puhák fákkal tudjuk elvinni különböző irányba a hangzást, mert a basszusgitár alapvetően egy akusztikus hangszer, tehát mindig az fogja visszaadni a rezgő fa, ahogy a hangszer megszólal. Hiába van bemikrofonozva, hiába van ez végén erősítőbe dugva, tehát elektromosként működve, gyakorlatilag mégis egy akusztikus hangot fogunk felerősíteni. Igen, itt egy nagyon fontos tévhitet cáfoltunk meg, tehát hogy azért, mert ez egy elektromos végkimenetű jel, attól itt még a hangszer testnek, meg egyáltalán az egész hangszernek a rezgése nagyon szorosan hozzájárul a megszólaló hanghoz. Így van, nagyon komoly szerepe van, és nagyon nagy differenciákat tudunk csinálni, tehát a puhább fákkal, keményebb fákkal, különböző faszerkezetekkel, nem beszélve az új anyagokról, mint például a karbon, vagy a hőkezelt faanyagok használatával, nagyon differenciált hangokat tudunk megszólaltatni a hangszerekből, dacárnak annak, hogy ez egy elektromos hang, tehát a végén. A megjelenést meghatározza magának az anyagnak a szépsége is, de hát a felületkezelés is. Rendkívül változatos színvilággal, dinamikus színfoltokkal tudtok játszani. Mi szab határt ennek?
gyakorlatilag semmi a képzelet, illetve a megrendelőnek az elképzelése. Én nagyon szeretem az izgalmas dolgokat, azt, ami oda vonzza a tekintetet a mi szakmánkban. Ugye rengetegszer kerül jazz, pop, egyéb színpadra a hangszer, és nagyon fontos az, hogy egyrészt passzoljon az előadó egyéniségéhez, másrészt pedig az, hogy oda vonzza a tekintetet, tehát hogy egy olyan hangszer legyen, ami felkelti a figyelmet, nem csak a hangjával, hanem a megjelenésével is. Megjelenés megvan. Egyeztetted a művésszel, akihez kerül a hangszer, de most jön a hang. Aha. Ezt hogy kell kialakítani? Hát picit fordítva van, csak annyival javítok, hogy az első mindig a hang. Tehát mindig abból indulunk ki, hogy ő mit szeretne. Én a megrendelőimmel egy beszélgetéssel kezdem az egész építési folyamatot. Ebbe beletartozik, hogy közösen hallgatunk zenét, megkérdezem, hogy milyen zenét hallgat, miért szeretne ő játszani. Nyilván más ez egy amatőrnél, más egy profinál, de lényeg az, hogy én kitapogatom, hogy mégis mi az a hangzásvilág, amerre elinduljak, mi az, amit ő szeret, milyen stílusú zenét, és ez már egy jó nagy darabot hoz magával a dizájnból is, hogy milyen az, hogy egy vintage-ebb, régébb, egy ultramodern, vagy a kettő között egy középút. Ezekből a beszélgetésekből már rengeteg mindent le tudok szűrni, de mindenképpen a hang irányából közelítünk. Az első a hang. Azt meghatározzuk, hogy mire lesz használva a hangszer, mit akar játszani, mi az, amit ki akarunk fejezni vele, és a második az ehhez való megjelenés. Egy ilyen személyes kontaktusból gyakorlatilag nagyon-nagyon sok mindent le tudok szűrni, akár dizájnban, akár pedig a hangzásban. Nagyon sok olyan művészbarátod van, akik profi előadó művészek, mégpedig a szakma krémje, és gondolom velük azért sokkal gyakoribb az ilyen beszélgetés. Rendszeres látogatók a műhelyembe, ezek a basszusgitárosok, kiváló barátaim is, nem csak együtt dolgozunk, hanem személyes barátság is alakul ki. Nagyon fontos, hogy minden dolgot kontrolláljunk, megbeszéljünk. Van 3-4 ember, aki nagyon közel áll hozzám, azt kell mondom, hogy anélkül nem megy ki hangszer innen, hogy ők ki nem próbálnák, meg nem hallgatnák a hangját, és el nem mondanák a véleményüket erről. Milyen olyan technikai, technológiai folyamatok vannak most, amik úgy látod, hogy még jobban előre viszik a saját tevékenységedet? Hát technológiai folyamatokban szerintem az új anyagok használata az, ami fontos, hogyha így értetted a kérdést számomra. Például a hőkezelt anyagok használata szerintem forradalmi, tehát itt elég nagy probléma a jól rezgő és jól szóló faanyagok előteremtése, ugye, vagy megszerzése. És én egy alternatív utat látok a hőkezelt anyagokban például, amik ugye egy elég új, nem is erre fejlesztették ki, ez gyakorlatilag arra fejlesztették a hőkezelést a faanyagoknál. Ugye ez azt jelenti, csak így dióhéjban, hogy egy magasabb hőfokon hetekig 180-200 fok között gyakorlatilag kiégetik az anyagot, ami azt eredményezi, hogy kiégnek az olajok, az összes nedvesség, minden, és a fának a pórusai az égistől lezáródnak. Uh-huh. Ez egy olyan anyagot teremt, aminek a súlya közel 40%-kal kisebb lesz, rendkívül fontos, és mivel az olajok, meg a nedvesség, meg minden kimegy belőle, ez egy sokkal nagyobb rezgő, sokkal nagyobb a rezgése, mint egy olyan fának, ami telített gyakorlatilag ezzel az olajokkal. Az elég ismert, azt hiszem, hogy a faolajok a legjobb rezgéscsillapítók, a lengéscsillapítókban számtalan helyen használják is ezeket a dolgokat. Úgyhogy ez szerintem nagyon fontos. Gyakorlatilag új világot nyit. Amik nem voltak alkalmasak hangszerkészítésre, fák pont emiatt a rezgés hiány miatt, hogy nem tudtak rezgést közvetíteni, azok a fák kiégetve egész más tulajdonsággal kezdenek működni, és alkalmasak lesznek arra, hogy rezgést továbbítsanak. Nagyon izgalmas, tehát újra lehet gondolni gyakorlatilag itt. A másik ilyen nagyon fontos vonal az pedig a kompozit anyagok, karbonanyagok használata, amit fával ötvözve, illetve merevítés céljából alkalmazunk. Nyilván a hangzása is teljesen más, egy nagyon kemény anyagról van szó, és teljesen érzéketlen az időjárás változásaira, páratartalomra, ilyesmire. Ez
nagyon sokat javít azon, hogy a hangszer nem lesz kitéve annak, hogy nedvesség fölvételére a fa ugye mozog, él, a karbon viszont ezt meg fogja nem engedni. Azért itt egy olyan műhelybe beszélgetünk, ahol ugye a számítógépe vezérelt CNC marótól kezdve a kézi szerszámok ott vannak. Mi a készítés folyamatában az arány a gépi munka és a kézi munka között? Gyakorlatilag a gépi munka a nagyolás. Tehát a formák kimarása, az alkatrészek helyének a kimarása után ugyanolyan kézi munka jön, mint bármelyik más klasszikus hangszernél. A hangszer finomsága, a hangszer játszhatósága mindig a kézi munkán múlik. Gyakorlatilag egy nagyolási folyamat az, ami géppel elkészül, és utána a finomítások, a végső forma megadása az mindig kézzel történik. És tehát kézzel csiszolom ki a hangszereket, akkor érzem a formát, akkor érzem, hogy milyen a kezem, milyen egy nyakprofil, milyen egy kényelem, milyen egy testnek az érintése, stb. Tehát ez mind ugyanúgy ezekkel a kéziszerszámokkal történik. Gyakorlatilag egy nagyolási folyamat az, amit a gépek. És ez mondjuk egy nyakprofil kialakítása, ott azért már be kell vonni a megrendelőt is, nem? Tehát, hogy neki hogy kényelmes. Hát igen, tehát vagy az, hogy elmondja ő, vagy pedig ugye meglévő profilokból tud választani. Tehát itt is nagyon különböző lehetőségek vannak, itt is nagyon-nagyon új utakat járunk, tehát abban, hogy milyen legyen egy nyakprofil, milyen legyen a kényelmi szempont, milyen legyen a fogólap, milyen legyen a bundozás, tehát ez elég összetett dolog. Gyakorlatilag a húr és a nyak viszonya, illetve annak a vastagsága. Lehet úgy is, hogy meglévő formákból, meglévő profilokból lehet választani, illetve lehet úgy is, hogy egy teljesen egyedi profilt kérni, amit elkészítünk. Egy ilyen jó kis magyar manufaktúrának mik a lehetőségei? Mi a piaca? Hát a piac gyakorlatilag nekem a hazai is és a külföldi is egyaránt működik. Én próbálom kihasználni az internetes oldalak nyújtotta lehetőségeket, tehát a nagyobb közösségi oldalakon üzleti oldalakat hoztam létre, amik bemutatják a hangszereimet, és ezen keresztül gyakorlatilag elég sok megrendelést fel tudok venni, illetve kapcsolatot tudok teremteni zenészekkel, felhasználókkal. Úgyhogy nagyon sokat kell foglalkozni, rengeteg munka van vele, minőségi munkát kell végezni, tehát jó fotókat, jó hanganyagokat kell feltenni, de abszolút van rá lehetőség, hogy az ember így piacra kerüljön, illetve értékesíteni tudja a termékeit. Az embernek van egy kapacitása, hogy mit bír, mekkora teljesítményt, és hogy ennek valahol mindig egyensúlyba kell lenni, hogy vajon arányban van-e a megrendelések számával. Te hogy látod itt a jelenlegi helyzetedet, és mi lehet a jövő? Hát én 20 hangszert tudok elkészíteni egy évbe. Ez az, amit tudok teljesíteni, és nem is nagyon szeretnék többet, bár lenne több megrendelés, egyébként lehetne többet készíteni, de nem szeretnék inkább igényesebbek legyenek, és jó kézben tarthatóak, még a 20 hangszer talán úgy átlátható, hogy tényleg az ember mindent tudjon, minden ott legyen, az utómunkák is a legjobbat hozzák ki ezekből a hangszerekből, de lehetne többet, csak akkor már úgy érzem, hogy ez már a minőség rovására menne, ezért én nem vállalok többet. Vannak nyilván hatalmas gyárak, ahol százasával, ezresével kerülnek ki a hangszerek, én nem kívánok ővelük sem konkurálni, sem hasonló stílusban dolgozni, inkább az egyediséget megfogni, inkább azt, hogy ezek tényleg finomak legyenek, és mindegyikből csak egy legyen, és mindegyik egyedi legyen. Tehát az egyedi kézművesség és a nagyobb példányszámú manufaktúra közül akkor az egyediség. Így van. Azért azok fantasztikus pillanatok, amikor egy műhelybe ott ül a hangszerkészítő, és ezek a fantasztikus zenész cimborák, akikkel nem csak szakmai beszélgetések zajlanak, hanem az élet minden dolga a zene körül megfogalmazódik. Itt a gyalupad mellett, néha jóbor, jósör mellett, és ezek a szakmai és nem is annyira szakmai, hanem emberi beszélgetések viszik előre az ember tudását. Hát azért te bőven kaptál ilyen élményeket. Igen.
Igen, hát a legfontosabb számomra, akit megemlítenék, az a Szappanos Gyuri. Őtőle kaptam, illetve ővele barátkoztam össze leghamarabb, mint profi basszusgitárossal. Az első hangszeremet gyakorlatilag levittem egy koncert helyre, és ott megmutattam neki, és ő pár másodperces játék után rám nézett, és azt mondta, hogy drámai ez a nyak. Én teljesen összeomlottam, megrettentem, hogy ez annyira rossz, hogy ez nem is lehet használni, mire kiderült, hogy ő úgy értette, hogy ez annyira jó, drámaian jó. Na, ezt aztán egy pohár bor mellett meg is kellett beszélnünk, és innen kezdődött egy sok-sok éves, 30 éves barátság, amiben én nagyon-nagyon sokat tanultam, nagyon sokat tapasztaltam, és egy nagyon-nagyon mély barátság szövődött. Más zenészekkel is természetesen Temesi Bercit említeném, aki nagyon fontos vele, nagyon-nagyon sokat dolgozunk együtt, saját modellje is van nálam, most már a második készül a Berci modellből, amik teljesen az együttműködésünkből születnek meg, és nagyon fontos, hogy vele is teljesen családi, személyes barátság alakult ki, úgyhogy ezek az emberek rendkívül fontosak az életemben. Azért Szappanos Gyuri fantasztikus módon tudta megfogalmazni a véleményét, rendkívül abszolút humorosan, viccesen, és mindig tűpontos alapossággal. Azért úgy kíváncsi lennék egy-egy ilyen beszélgetésre. Föl tudsz még idézni mondásait, ami a hangszerrel kapcsolatos? Hát igen, többet is, de talán a lényegesek, például nagyon-nagyon sokat segített abban, hogy amikor kezdő hangszerkészítő voltam, hát nem igazából voltak még tökéletesen kidolgozottak a hangszerek, és abban nagyon sokat tett hozzá, hogy mindig azt mondta, jó, ez szép ez a hangszer, de azért csak meg kéne fejezni. Tehát, hogy egyszerűen nem voltak még annyira tökéletesen finomra kidolgozva, és ő ezt érezte. Vagy hangban ugyanígy jöttek ezek a megjegyzések. Tehát így tényleg tűpontosan és élesen odaszúrta a kritikáját, sokszor humorosan, viccesen. Az ember lehet, hogy először picit meg is bántódott, de a végén mindig levonta a következtetést, és újabb módszerekkel, újabb lelkesedéssel állt neki. Nekem nagyon inspiráló volt mindig, amit mondott. Ez döbbenetes, mert mi a szakmában egymás között ezt úgy szoktuk megfogalmazni, hogy igazából nincs befejezve. De amikor egy előadó művész is ezt meg tudja fogalmazni, az egy nagyon komoly nagyság. Igen, rendkívül fontos, és tényleg be kell fejezni. Tehát amíg az ember nem érzi azt, hogy megfogom, és minden részén azt érzem, hogy na, ez ilyen, ezt így akartam, addig az tényleg nincs befejezve, és akkor minden rossz érzés megjön a hangjától is, az érzetétől is, stb. Rendkívül fontos, hogy a végső érzet egy finom legyen, amikor az ember a kezébe fogja. Talán azt a hasonlatot tudnám elmondani, hogy mint a gótikus építészetben, amikor a határokig elvitték azt, amikor a kőből lehet építeni egy épületet a legmagasabbra, a legszélesebbre, akkor lett mindig a legjobb és a legszebb az az épület. Talán itt a hangszerkészítésben is valami hasonló érzés van, amikor a legfinomabb, amikor a legvégső határokra el tudom vinni a hangszert, hogy nincs rajta sehol felesleg, minden finom, éppen, hogy arra a terhelésre született, akkor mutatja meg a legnagyobb szépségét, és akkor lesz a hangja is a legtökéletesebb. Lehet, hogy ez egy picit szubjektív érzés, de szerintem ez nagyjából így van. Tehát én ezt gondolom, így érzem. Thank you.